Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok. Ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal egy könnyű, könnyed azsúr mintát kötünk meg együtt. Az ismétlődő mintaegység 7 szem, ehhez 2-t adunk a szimmetria miatt oda-visszakötésnél, illetve a 2 szélszemet. Magasságban 6 sor egy mintaegység, a visszáján kötött 3 sor teljesen megegyezik, így könnyű a körben kötött változat is. Ezen a mintán 4 mintaegységet kötöttem, 4x7 plusz 2 plusz 2, 32 szemen, együtt egy kisebb darabot kötünk, majd 2 mintaegységgel, 2x7 plusz 2 plusz 2, 18 szemmel indulva. 18 szem van tehát a tűn, indulunk az első sorral. Az első szélszemet mindig simán eltemelem, az utolsót fordítottan kötöm majd. Szélszem, 2 fordított, 5 sima, 7 szemből álló mintaegység, ezt ismételjük, 2 fordított, 5 sima. Az ismétlődő mintaegységek után a szimmetria 2 szeme, 2 fordított. Szélszem. Második sor következik a visszáján, ennek a mintájára kötjük majd a 4. és a 6. sort is. Szélszem. Az ismétlődő mintaegységek előtt 2 sima. Indulunk az ismétlődő mintaegységgel, 5 fordított, 2 sima, még egyszer, 5 fordított, 2 sima, szélszem. Körbenkötésnél minden páros sorban 2 fordított, 5 sima szemből álló ismétlődő mintaegységgel haladunk. Szélszem, szimmetria szeme körbenkötésnél természetesen nincs. Harmadik sor, szélszem, 2 fordított, egy ráhajtás. A következő 2 szemet balra dőlve simán összekötjük. Ezt megoldhatjuk úgy, hogy mindkét szemet átfordítjuk hátsó szálból kötendővé, úgy szúrok a szembe, mintha simán kötném és átteszem a jobb tűre, mindkettőt, majd a 2-t együtt hátsó szálból simán összekötöm. Egy sima szem következik, a következő 2-t pedig első szálból kötöm össze simán, ezzel jobbra dőlő fogyasztást érünk el. Egy ráhajtás. Itt ért véget az ismétlődő mintaegység, újra kezdjük. 2 fordított, egy ráhajtás, 2 szemet balra dőlve simán összekötünk. Egy sima, 2 szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Egy ráhajtás. Az ismétlődő mintaegységek után 2 fordított, szélszem. 4. sor, ugyanúgy kötjük, mint a másodikat, szélszem, az ismétlődő mintaegységek előtt 2 sima. Indulunk az ismétlődő mintaegységgel, 5 fordított következik, fordítottan kötjük tehát az előző sor ráhajtásait is. 3, 4, 5, 2 sima.
Újra. 5 fordított. Kettő sima. Szélszem. Ötödik sor. Szélszem. 2 fordított. Egy sima. Egy ráhajtás. A következő 3 szemet simán összekötöm. Első szálból, nekem így kényelmesebb, ezzel jobbra dőlő fogyasztást kapunk. A kevert nagymama kötőknek ez a 3 szem hátsó szálból kötendő, úgy is össze lehet kötni, hogy balra dől majd ez a 3 szem. A minta szempontjából ennek nincs jelentősége. Egy ráhajtás, egy sima. Itt ért véget az ismétlődő mintaegység. Újra kezdjük. 2 fordított, egy sima. Egy ráhajtás, 3 szemet simán összekötünk, vagy első, vagy hátsó szálból, ahogy kényelmesebb. Egy ráhajtás, egy sima. Az ismétlődő mintaegységek után a szimmetria 2 szeme, 2 fordított szélszem. 6. sor a visszáján, ugyanúgy kötjük, mint a másodikat és a negyediket. Az ismétlődő mintaegységek előtt 2 sima. Az ismétlődő mintaegység pedig 5 fordított, 1, 2, 3, 4, 5, 2 sima. Még egyszer, 5 fordított, 2 sima, szélszem. Ezzel a 6 sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok, hiszen ebből tudom, hogy milyen jellegű videókat néztek szívesen. Köszönöm szépen, ha megosztjátok ezeket ismerőseitekkel, esetleg más közösségi felületeken, kötéssel foglalkozó csoportokban. Ha a feliratkozás mellették és harangra kattintotok, értesítést kaptok a legújabban megjelenő videókról. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek!